Itt látható mögöttünk a teljesen felújításra került a tusoló, a vécé, az öltöző, új burkolatot kapott alulról, fali csempék is ki lettek cserélve. Szabó Andrea, a Gyulasport Kft. Gazdasági igazgatója mutatta itt, hogy milyen felújítást hoztak tető alá a tornacsarnokban a közelmúltban. Mint arról már beszámoltunk, teljesen kicserélték a csarnok parkettáját, emellett új védőhálót és kapukat szereztek be, és teljesen megújult a hangosítási rendszer is. Kertes István, a cég ügyvezetője, a három témában elmondta, bízva a TAU-s pályázatok további sikerében újabb fejlesztéseket szeretnének megvalósítani a későbbiekben. Folytatnánk tovább a sportcsarnoknak a infrastruktúrális megújítását, szeretnék nyílászárókat cserélni, illetve az energia takarékosság felé elmozdulva nap elemes rendszereket kiépíteni. Aztán hát ez egy komoly összeg, tehát ez egy 83 millió forint lenne a beruházási része, illetve a működésre ott egy közel 60 millió forint lenne, amit biztosított, össze kell gyakorlatilag szedni a különböző cégektől. Hát ez ugye nyilván attól függ, hogy itt a cégek milyen gazdasági évet zárnak, és annak függvényében tudunk mi is tudjuk realizálni ezeket a terveinket majd. Kertes István elmondta még, a nyár folyamán nagy segítséget nyújtott számukra a diákmunkaprogram. A gyulavári sporttelepen szeretnék megoldani a pálya öntözését, hogy további rendezvényeket tudjanak itt megvalósítani.